A tavalyi év egyik legnagyobb befektetési sztoria a bitcoin volt, amely óriási emelkedést ért el. Ám december közepén megbicsaklott az árfolyama. Közben további új kriptovaluták is megjelennek a színen, amelyeken egyelőre nagyot lehet nyerni, ám a jövő kiszámíthatatlan. Egyes szakértők szerint az árfolyam rekordokat hamarosan jelentős visszaesés fogja követni. Eközben egyre több helyen lehet fizetni az új digitális valutákkal. Mi az, beteszel 250 forintot és 6 év múlva kidob 5 milliót? Hangozhat a 21. század találós kérdése. A válasz pedig az utóbbi hetek gazdasági híreinek tekintetében nem meglepő. A bitcoinnal lehetett ekkorát profitálni. 2017-ben hatalmasat mentek a virtuális pénzek, csak tavaly 15-20-szoros, néhány éves távlatban pedig több száz, 5 éves távon már több ezerszeres hasznot lehetett elérni rajtuk. Karácsony előtt látványosan nagyot ugrott, majd esett az árfolyama a legismertebb digitális valutának, a bitcoinnak. Jelenleg 13.705 dollárért vehetünk egy bitcoint, ez közel 3,5 millió forintot jelent. De nem csupán a bitcoin döntöget rekordokat, a kriptopénzek második helyezéséért is komoly versenyfutás zajlik az Ethereum és a Ripple között. Múlt szerdán az Ethereum árfolyama túllépte az 1400 dolláros szintet, ami azért döbbenetes, mert csupán néhány nappal előtte ugrott át története során először az 1000 dolláros árfolyamot. Az Ethereum egy hét alatt 60%-ot ugrott, ami önmagában is elképesztő szám. Ha viszont megnézzük az egyéves hozamát, akkor azt láthatjuk, hogy 13.000%-ot nőtt. Vagyis aki egy évvel ezelőtt vett 8000 forintért ilyen kriptovalutát, annak most 1 millió forint értékű eszköze van. Eközben egyre több helyen fizethetünk kriptovalutával, Budapesten már lakást is kínáltak bitcoinért, és van, aki nászajándékba is ezt kért. A jövő év márciusában pedig piacra dobják az első kelet-közép-európai, magyar érdekeltségű kriptovalutát, a koronát. A rendszer működését aránylag kevesen látják át, és azt még ők sem tudják, hogy mennyi lehet a kriptovaluták reális értéke. Egyesek szerint a 21. század legnagyobb pénzügyi innovációja a kriptovaluta, mások szerint nagy lufiról van szó, és hamarosan jön az összeomlás. Bennünk a stúdióban Bálint Zoltán, a Giganet Internet Szolgáltató Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt. Hát természetesen a fő kérdés az, hogy érdemes-e befektetni, de most még azért azt nem mondom, hogy válaszolja meg rögtön. Elsőként nézzük, hogy mi is az a kriptovaluta, és miért volt rá annó szükség, miért hozták létre. És egyáltalán ki? Oké. Kriptovalutákról beszélünk ma már, mert több, közel 1000 kriptovaluta létezik a piacon. A bitcoin a legismertebb, hiszen az a legrégebbi, ami 2008 óta indult el. Tehát egy közel 10 éves dologról beszélünk. Ma azért ennyire izgatott mindenki, mert az árfolyam felment. Tehát nyilván ezért nagyon fókuszált most a figyelem, rengeteg hír keletkezik ebben az ügyben. Azonban azt tudni kell, hogy 2008-ban miért is jöhetett ez létre. Mert előtte is nagyon sokan gondolkodtak a digitális pénz megvalósításában. Azonban a 2008-ban, hogy ott volt a válság, ami egy olyan helyzetet teremtett, amikor nagyon várakozás volt, nagyon akartak bizonyos szakemberek egy újfajta pénzt csinálni, vagy létrehozni, mert hiszen a mai pénzrendszereink azok nem igazán szolgálnak minket. Nagyon sok probléma van vele, hogy ezek a válságok jönnek, mennek folyamatosan, és hát mondhatni, hogy ráférne egy reformáció magára a pénzre. Probléma az is, hogy az emberek igazából nem ismerik, hogy működik a pénz ma. Azt lássuk be, tehát bár az iskolában elmegyünk, valamit mondanak a pénzről, de valójában nem tudjuk, hogy az kinek a tulajdona, hogyan viselkedik a mindennapunkban. Na, nyilván fizetünk vele, meg vannak bankok, azonban emlékeztetném a Henry Ford mondását, hogy ha az emberek rájönnének, hogy is működik valójában a pénz, akkor holnap már forradalom lenne. Na most a bitcoin ez pont ezt a forradalmat hozza el, és mármint a kriptovaluták összességében, ez egy teljesen új gondolkodás magáról a pénzről. Mi ez az új gondolkodás? Oké. Na, ami a legfontosabb, most technikai részletekben nem mennék bele, mert hihetetlen sokáig kellene beszélgetnünk, viszont azt vegyük észre, hogy a kriptopénzeknek az a fantasztikus új előnye, hogy két szereplőt kihagy magából a pénz működéséből, ez az egyik a bank, a másik pedig az állam. Hiszen ma forintot használunk, vagy mondhatnám az eurót, vagy a dollárt is, ugyanúgy van egy tulajdonosa, egy szabályzója ezeknek a pénzeknek, amelyek kellőképpen mondhatjuk manipulálják a pénzt. Persze mondhatjuk, hogy közgazdaságtan, meg beszél mindenféle pénzügyi politikáról is. A bitcoin, a kriptopénzek nagyon egyszerűen dolgoznak, van
egyik ember, másik ember, ők valami ki akarják cserélni egymás között a szolgáltatásuknak az árát, vagy éppen ki akarnak valamit fizetni, ehhez egy pénzt akarnak használni. Egy olyan pénzt, aminek csak ők ketten a tulajdonosaik, senki más. A kriptopénzek ezt valósítják meg. Na most fizikailag nem jelennek ez a pénzek, ezek csak is az interneten létezhetnek. Az internet az a közeg számukra, ami ezt lehetővé tegye, hogy működjenek. És hát az a kriptográfiai, hiszen ezért kriptopénz, tehát kriptográfiai eljárásokon alapszik, ami biztosítja azt, hogy garantálni lehessen a pénznek az A embertől a B emberhez történő megérkezését, és illetve az egész rendszernek a stabilitását. De egy deviza rendszernek a stabilitását például egy állam tud garantálni, az, hogy van mögötte akár mondjuk egy aranykészlet, meg gondolom egy mögötte álló gazdasági teljesítmény. Viszont a kriptovaluták esetében ilyen létezik? A kriptósok azért ebbe ezt megkérdőjelezik, hogy van-e mögötte arany. Tudjuk már, hogy nincsen semmilyen pénz mögött arany, hát ez szerintem ezt hamar vagy meg lehet válaszolni. Az, hogy a mögött álló munka hogyan, ugye ebből is most már vannak kétségek és kérdőjelek. A Bitcoinra sokszor mondták, hogy ez a digitális arany. Teljesen úgy működik, mint az arany. 21 millió darab bitcoin létezhet a világon, több nem. Most jelenleg egy ilyen 16,8 millió van kibányászva, mondhatjuk. Ugye erről majd még beszélgethetünk, hogy mit jelent a bányászás. És mint az arany is, tehát a földgolyón tudjuk, hogy mennyi arany létezhet, nem több, azokat lehet birtokolni. A digitális aranynak az még előnye, hogy nem kell úgy őrizgetni, mint az aranyat. Tehát nincsen súlya neki, egy A4-es papíron elfér az egész. Miért csak ennyi bitcoin van, vagy kriptovaluta, amit említett? Tehát miért van egy keretszám? Értem. Tehát ez a bitcoinra igaz, a több mint 1000 fajta kriptopénz létezik. Vannak olyanok, amelyeknek vannak kibocsátói. Ugyanúgy, teljesen ugyanúgy hagyományosan működik, mint a régi pénz, azonban őrejük nem mondjuk azt, hogy igazi kriptopénzek, úgy működnek, mint a kriptopénzek, ugyanazt a technológiát használják, ez blockchain-nek hívják, egy blockchain technológia, hiszen ketté kell használni, mert maga a bitcoin az a pénz, és van egy blockchain nevű technológia, ami minden mögött áll, ez a kriptográfiai technológia és tárolási technológia. Miért indult el most a tőzsdéken ennyire az árfolyama? Miért kezdett el száguldani? Igen, tehát én jó magam 2013-ban ismerkedtem meg ezzel a kriptopénzzel, akkor még a bitcoinnal, akkor még 100 dollár alatt volt az árfolyam, én magam is bányászom azóta ezt a pénzt. És igen, ez akkor, lett volna a másik kérdés. Igen, tehát akkor még nagyon kevesen foglalkoztak ezzel, nyilván én szakmabeli vagyok, az internettel foglalkozom, ezzel a technológiákkal, és én hamarabb megismerkedtem valami oknál fogva a bitcoinnal. Nagyon kevés ember, pár ezer ember ismerte még az elején, hogy hogyan működik ez. Már akkor rettentő sok hír ment, hogy ez egy lufi, ez semmire nem jó. Több mint 100 cikket tudnék felsorolni, ami az elmúlt 10 évben eltemette már a bitcoint. Ugye még mindig nem sikerült, tehát láthatjuk, hogy még mindig él, sőt, jobban él, mint valaha ez a technológia. Lufi-e akkor? Lufi. Maradjunk ennél a kérdésre. Igen, igen. Lufi? Na most lehetne lufi, mondhatnánk, hogy lufi. Szerintem ez a jövő dönti el, hogy lufi vagy sem. Biztos, hogy nem lufi. Most már úgy tekintenek a bitcoinra, mint olvastam még, mint egy műkincsre. Tehát, hogyha valaki be akar fektetni, mondjuk egy műkincsbe, akkor most már bitcoinbe is fektethet. Ugyanolyan műkincsként fogja azt értelmezni. Befektetésre javasolná? Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen meg kell nézni, mint bármilyen pénzügyi terméknél, hogy az adott egyén, aki a befektetést el akarja végezni, az vajon mennyire van tisztában egyrészt a technológiában, mennyire érti, és az ő élethelyzete mennyire indokolja azt ő, hogy én most éppen kriptopénzekbe fektessek be pénzt. De nyilván alapvetően azt mondom, igen, nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogyan működik ez. Mi itt Nyíregyházán kívánunk a jövőben indítani erre egyfajta képzést, ahol majd szeretnénk megismertetni minél több emberrel, hogy hogyan működik ez az egész, hiszen egészen más gondolkodásmódot igényel, el kell felejtenünk a régi közgazdaságtant, egy új eszmét kell felépíteni magunkban. Tehát akkor önök azt gondolják, hogy ennek van jövője, ha már ezt a tanfolyamot elindítják. Így van, holnap után nem fog bedőlni. Nem fog, én még nagyon sokáig gondolom, hogy működni fog. Az biztos, hogy ez a technológia is fejlődik, tehát lehetséges, hogy más, nem a bitcoin, hanem éppen más coinok, úgynevezett altcoinok fognak színre lépni, de mindenképpen maga a technológia fog működni, és a jövőben ez nagyon nagy szerepet fog kapni a pénzügyi világban. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.